Sziasztok! A mai videóban a szuperanya jelenségről szeretnék egy kicsit elmélkedni, vagyis arról, hogy szinte mindenhonnan az ömlik ránk, hogy hogyan legyünk tökéletes anyák, akiknek mindenre van ideje, és mindent szuperül megoldanak. Ezt a videót a BabyDáv támogatja, bizonyára ti is hallottatok már róla, hogy most már nálunk is lehet kapni a BabyDáv babápolási termékeket. Egyébként néhány idején is bemutattam nektek ezeket a termékeket videóban. Kapható nedves törlőkendő, popsikrém, babafürdető, sampon, illetve testápoló is. És ezeket a termékeket többek között gyermekorvosok is tesztelték, úgyhogy valóban nagyon gyengédek a babák érzékeny bőréhez. Mi is most már ezeket használjuk néhány, hát egyébként itt most mellettem a nedves törlőkendő meg a popsikrém van itt, mert hogy itt a nappaliban szoktam tisztába tenni Vincét. És a sajtóanyagban, amit kaptunk a termékekhez kapcsolódóan, volt egy nagyon fontos mondat, amit szeretnék most nektek felolvasni. A márka hisz abban, hogy nincsenek tökéletes szülők, sem tökéletes út a gyermekek nevelésére, csak valódi anyukák és apukák, akik a legjobb tudásuk szerint gondoskodnak az újszülöttekről. Én ezzel a videóval tulajdonképpen erre a tökéletes anya versus igazi anya gondolatra szeretnék rákapcsolódni, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, bízom benne, hogy találtok majd ebben a videóban egy-két hasznos gondolatot. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, hogyha van kedvetek, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Ugye rengeteg cikk, blogbejegyzés, könyv, film szól szuperanyukákról, akik ugye mindent megoldanak, mindenre van idejük, minden helyzetet szuperül kezelnek, és ugye ezekben a cikkekben meg könyvekben rengeteg tanácsot olvashatunk különböző gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokban, arra vonatkozóan, hogy egy-egy problémát hogyan is oldjunk meg. És az az igazság, hogy én is elolvastam egy-két ilyen könyvet, viszont, ahogyan mondani szokták, a gyerekek nem olvassák ezeket a könyveket, vagyis ezeket a tanácsokat, amiket olvasunk itt-ott különböző helyeken, ezeket nem feketén-fehéren, változtatás nélkül kell alkalmazni minden egyes gyerek esetében, hanem a saját gyerekeink igényeire odafigyelve, az ő habitusukat figyelembe véve érdemes ezeket a tippeket és tanácsokat alkalmazni, és így egyébként akár valóban hasznosak is lehetnek. Aztán ugye ott van az Instagram, meg a Facebook, ahol szintén rengeteg szupermamit lehet látni, akiknek mindig van ideje magukra, a férjükre, barátokra, mindig van idejük összedobni egy szuperegészséges vacsorát, mindig nagyon csinosak, hiszen heti több alkalommal eljárnak az edzőterembe, a lakásuk gyönyörű, tisztaság és rend van, bármikor feltehetnénk a Pinterestre. És ezek a cikkek meg posztok szerintem borzasztó nagy nyomás alá helyezik az édesanyákat, mert szerintem azok a tökéletes szuperanyukák, akik mondjuk azokon a képeken szerepelnek, sok esetben a valóságban azért nem egészen olyanok, mint amiket ezeken az oldalakon vagy cikkekben láthatunk. Viszont ez mégis nagyon félrevezető és frusztráló lehet sok-sok édesanya számára. Aki már régebb óta követ, az tudhatja, hogy én nem ezt a tökéletes anyavonalat képviselem. Én nem csak a szépről meg a jóról beszélek, hanem arról is, hogy milyen nehézségei meg árnyoldalai vannak az anyaságnak. Kaptam is emiatt néhány negatív kommentet, hogy én panaszkodom meg ilyenek, de az igazság, hogy én vállalom, hogy nem vagyok tökéletes anya, és nem is akarok az lenni. Én egy igazi anya akarok lenni, aki bizony néha elfárad, néha türelmetlen, néha elege van, de ettől még imádom a gyerekeimet. Az anyaság csodálatos dolog, de borzasztó nagy kihívás, és rengeteg aggódással, meg bizonytalansággal jár, hogy jól csinálom-e, de pont ebben rejlik a szépsége. Mert miközben a gyerekedet megtanítod egy csomó dologra, aközben te is fejlődsz és tanulsz egy csomó dolgot, és ez annyira fantasztikusan ki van találva, hogy már egy egészen pici gyerek is mennyi dolgot tud tanítani a szüleinek. Éppen ezért szerintem nem szabad mindent előre elhatározni a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy mit hogyan fogsz csinálni majd, meg hogyan fogsz egy adott szituációt kezelni. Arról nem is beszélve, hogy manapság egy édesanya mennyi helyről kap tanácsokat,
meg tippeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan nevelje a gyerekét, akár nagyszülőktől, akár rokonoktól, barátnőktől, a gyerekorvostól, a védőnőtől, Facebookos csoportokból, fórumokról, könyvekből, és a végén már akkora információ mennyiség áll rendelkezésére, hogy egyszerűen nem tudja mérlegelni, hogy mi is a jó, és mire vagy kire is érdemes hallgatni. Holott lehet, hogy csak annyi lenne a megoldás, hogy a külvilágot kizárva a saját gyerekedre koncentrálj, és az ő igényeit figyelembe véve próbálj megoldást találni mondjuk egy adott szituációban. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy alapvetően a tökéletességre való törekvéssel, illetve azzal, hogy próbálsz minél jobb lenni, azzal nincsen gond. Azzal van baj, hogyha a tökéletességre való törekvés miatt, illetve az emiatt elszenvedett esetleges kudarcok miatt egy komoly frusztráció alakul ki benned. Mert hogy egy igazi anya igenis követel hibákat, és ez egyáltalán nem szégyen, hibázni emberi dolog, viszont a hibákból lehet és kell is tanulni, hiszen ezek is alakítják és építik az embert, meg azt, hogy a későbbiekben mit, hogyan fog majd csinálni. Szóval az, hogy hibázol, az nem gond. Azzal van gond, hogyha elkezded másokhoz hasonlítani magadat, például más anyukákhoz, akiket mondjuk Instagramon vagy Facebookon követsz. Szerintem ez azért nagyon káros, mert attól, hogy te látod az életének egy kis szeletét, amit megoszt az Instagramon vagy a Facebookon, attól még te nem ismered őt. Nem tudhatod, hogy milyen élethelyzetben van, milyen lehetőségei vannak, illetve hogyan kezel egy-egy szituációt, vagy hogyan old meg különböző problémákat. Amiatt teljesen felesleges frusztrálnod magadat, arról nem is beszélve, hogy általában a gyerekek sem egyformák, vagyis más a habitusuk, mások az igényeik, másfajta gondoskodást és törődést igényelnek, szóval nem szabad a gyerekeket sem összehasonlítani, és erről nem szabad megfeledkezni anyukaként. És még egy nagyon fontos gondolat így a végére, szerintem az anyaságnak az egyik kulcsfontosságú momentuma az az elengedés. Mert hogy szerintem a legtöbb édesanya úgy indul neki ennek az egésznek, hogy neki mindenre lesz ideje, a gyerekére is, a férjére is, saját magára is, a barátaira is, házi munkára is, karrierre is, edzésre is, tehát mindenre az égvilágon lesz majd ideje a gyermek mellett. És szerintem mindenkinél eljön az a pont, amikor belátja, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen el kell engednie, különben be fog kattanni. És az, hogy ki mit enged el, az már abszolút egyénfüggő. Van, aki az állandó vasalást engedi el, van, aki az állandó rendrakást engedi el, és nem foglalkozik már azzal napközben, hogy mondjuk Kubi van a nappaliban, vagy van, aki azt engedi el, hogy minden egyes nap valami szuperegészséges vacsora kerüljön az asztalra. De az a lényeg, hogy szerintem ezt egyszerűen meg kell tanulni, hogy nem lehet mindig mindent 100%-osan csinálni, és ezzel az égvilágon semmi gond nincsen. Egyszerűen el kell fogadni azt, hogy nem vagyunk robotok, nem vagyunk ufók, hanem húsvér emberek vagyunk, akinek vannak bizonyos határai, és bizony a nap még mindig csak 24 órából áll, tehát lehet, hogy lesznek olyan napok, amikor ebbe a 24 órába nem fér bele annyi minden, amennyit te szeretnél. Szóval meg kell tanulni az elengedés művészetét, mert onnantól kezdve sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb leszel, mert nem fogsz állandó frusztrációt érezni. Na hát azt hiszem ezzel be is fejezem a mai kis elmélkedésemet. Bízom benne, hogy voltak olyan gondolatok ebben a videóban, amit el tudtok vinni magatokkal útravalóként, és nagyon örülnék neki, hogyha kommentben megosztanátok velem a gondolataitokat ezzel a témával kapcsolatban, mert tényleg nagyon érdekel, hogy ki mit gondol erről az egészről. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Legyen szép napotok! Sziasztok!